Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatej televízió híradóját látják. Jela Jászmin Grész vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Jól halad a szőlőhegyi óvoda és bölcsöde, a tervek szerint a kivitelezők májusra készülnek el a munkálatokkal. Közel 100 bérleti szerződést hagytak jóvá, ülésezett a Szociális Bizottság a Tolnai Vármegyeszékhelyen. Kápolna felújítás Bátaszéken, egyelőre nem látszik forrás a folytatáshoz. Sokan ülnek részegen a volán mögé, néhány nap alatt 11 ittas vezetővel találkoztak az egyenruhások. Jól halad az új óvoda és bölcsöde építése a szekszárdi Szőlőhegyen. Az évekkel ezelőtt bezárt intézmény felújítása 647 millió forintból valósul meg. A tervek szerint a kivitelezők májusra végeznek a munkálatokkal. Már csak néhány hónap és elkészül a szőlőhegyi óvoda és mini bölcsöde. Még 2022 májusában vette kezdetét a több mint 120 esztendeje épült és évekkel ezelőtt bezárt óvoda utcai intézmény felújítása. A beruházásra a Szekszárd pályázaton nyert 4,5 milliárd forint támogatást, így elkezdhették a létesítmény 247 millió forintba kerülő renoválását, illetve azt egy bölcsödével is kibővítették, melynek értéke 400 millió forint. Megfelelő kerettel rendelkezünk ahhoz, hogy ezt az óvodát, óvodai bővítést és bölcsődei csoport létesítést befejezzük. Ez két külön pályázat lett összevonva, az egyik az a bölcsődei csoport bővítésre, másfél az óvoda felújítására. Úgyhogy itt most úgy állunk, hogy szerencsére minden rendelkezésre áll, és a 2023-as befejezés az reális. A meglévő épület felújítása során az óvoda egy csoporttal és vizes blokkal öltözővel bővül, így összesen 50 gyerek fog itt elférni. Az épületben kialakítanak két tornaszobát, orvosi helyiséget, továbbá 14 gyermek számára egy mini bölcsöde is elkészül. Ez év április-májusában befejeződik az építőmunka. A dolgozókat már az óvoda vezetővel beszéltem, és a dolgozókat már szervezi erre a munkahelyre. A körzet képviselője hozzátette, remélhetőleg szeptemberben maximum létszámmal tud elindulni a szőlőhegyi óvoda és bölcsöde. Az eddiginél sokkal decentralizáltabb fejlesztés politika megvalósítása a cél az Európai Uniós források tervezésére és felhasználására a 2027-ig tartó időszakban, közölte a területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor azt mondta, hogy a területi operatív fejlesztési program új változata a TOP plusz mintegy 2000 milliárd forint értékű támogatást biztosít, az összeg felére már az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások alatt kiírták a pályázatokat a nemzeti költségvetés terhére. Tavaly év végéig 756 milliárd forint felhasználására született támogató döntés, idén, január végére 492 milliárd forintról a támogatói szerződéseket is megkötötték. 445 milliárd forintot előlegként fizettek ki, ismertette a miniszter. A gondoskodó nemzet éve lesz a hazai nemzetpolitikában, ezt Potápi Árpád János mondta egy szerdán közzétett videójában. Az államtitkár, aki egyben Bonyhád és Dombóvár térségének az országgyűlési képviselője, arról is beszélt, hogy ebben az esztendőben sem feledkeznek meg a családokról, így továbbra is minden támogatást igénylő családot babacsomaggal ajándékoznak meg, erősítik a gyermek egészségügyi szakemberek hálózatát, valamint újra indítják a Miénk a Városunk nevű játékot, amely során a fiatalok közösségükért versenyezhetnek majd. 2023-ban is támogatjuk a külhoni pedagógusok együttműködését, szakmai továbbképzését, támogatjuk a gyerekek táboroztatását. Folytatjuk a határtalanul programunkat, amely az idei évtől új, izgalmas, a külhoni magyar régiókhoz kapcsolódó Határtalanul barangoló című online tananyaggal segíti majd a Kárpát-medence fiataljait, hogy még inkább megismerjék egymás közvetlen környezetének hagyományait, történelmét, kultúráját. Kárpát-medence szerte megújítjuk vállalkozói mentorprogramunkat, hogy a tapasztalt nagyvállalkozók segítségére lehessenek a kezdő vállalkozóknak és egymásnak.
Közel 100 önkormányzati lakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról döntött Szekszárdon a helyi szociális bizottság. A város tulajdonában álló ingatlanok legnagyobb részét az előre rögzített feltételeknek megfelelően használják a lakók. Vannak azonban problémás esetek is, emellett a bizottság tagjai a bölcsödék nyári nyitvatartásáról is szavaztak. 115 önkormányzati bérlakás ügyét tárgyalta a Szekszárdi Közgyűlés Szociális Bizottsága. A város tulajdonában levő ingatlanok bérlői 93 esetben minden számlát rendesen fizetnek, így náluk nem volt kérdés a hosszabbítás. 19 lakó viszont jelentős, gyakran több 100 000 forintot meghaladó rezsi és albérleti tartozást halmozott fel. Nekik jó hír, hogy egyelőre ők is maradhatnak az ingatlanokban, a bizottság viszont azt kéri tőlük, 6 hónapon belül rendezzék a hátralékukat. Egy darab olyan szerződés volt, ahol sajnos a lakók közösség életében nem tudott beilleszkedni a kiutalt bérlő, így ott fel kellett mondanunk a szerződést, illetve tartozásokat is halmozott fel. A tagok most arról is egyeztettek, miként biztosítják Szekszárdon a bölcsödéskorú kisgyerekek nyári nappali felügyeletét. Július 27-e és augusztus 4-e között a bölcsöde egy részleges zárvatartást fog eszközölni. Ez alatt az időszak alatt felújítási karbantartási munkálatok kerülnek elvégzésre. Ügyeleti rendszerben, vagyis összevont csoportokban viszont ekkor is fogadják azokat a gyerekeket, akiknek a szülei például dolgoznak. A következő 2 nyári hét során, vagyis augusztus 17-ig pedig a 2-es számú bölcsőde dolgozói vállalták ugyanezt a feladatot. A Szekszárdi Szociális Bizottság a tervek szerint még e hónapban, februárban ülésezik legközelebb. Szemérem-sértés elkövetőjét keresik a bonyhádi rendőrök. Egy nő tett feljelentést, aki állítása szerint helyi evangélikus temető bejáratánál inzultált a feltételezett szabálysértő. A hatóság most térfigyelő kamera felvétele alapján próbálja elfogni a férfit. Ezért azt kérik, hogy aki felismeri őt, hívja a 0674 550 950-es számot. Bejelentés emellett tehető a 112-es központi segélyhívón, illetve névtelensége megőrzése mellett a nap 24 órájában ingyenesen hívható 0680 555 111 telefontanú zöld számán is. Az enyhe időjárás miatt idén előbb kezdődtek meg az ország fásítási program keretében megvalósuló faültetések. Folyamatosan növekszik a magyar erdők területe és élőfa készlete, közölte az Agrárminisztérium. Nagy István agrárminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy az ágazaton, azon belül az erdőgazdálkodás egyik legfontosabb feladata a változó klímához való alkalmazkodás. Felföldi László a Pécsi Egyházmegye megyés püspöke látogatott Bátaszékre. Az érdeklődők tájékoztatást kaphattak a Kálvária kápolna felújítási munkálatok további terveiről. Az egyházi vezető azt mondta, a renoválás folytatása jelen pillanatban forrás kérdése, ami egyelőre nem biztosított. A Kálvária kápolna, bár az egyik jellegzetessége Bátaszéknek, mégis olyan állapotban volt, hogy nem lehetett tovább várni a felújítással. Építészeti szempontból is különleges, hiszen azon kevés kálváriák közé tartozik, mely síkvidékre épült. Az egyház ugyan megkezdte az épület renoválását, ám az árak rohamos emelkedése miatt a tervek szerinti építkezést nem tudta befejezni. Erről is beszélt Felföldi László pécsi megyés püspök bátaszéki látogatása során. Az első és legfontosabb, hogy sikerült az úgynevezett alapvető állagmegóvást megvalósítani, hisz a kápolna létéről volt szó ebben a munkában. A következő lépés az új pályázatoknak a lehetősége lesz. Itt természetesen itt kell helyben ebben nagyon összefogni, és nagyon átgondolni, hogy hogyan akarjuk ezt megvalósítani. Most egyenlőre ezt kell lezárnunk. Az egyházmegyének van egy ütemterve arra, hogyan kezelje azokat az épületeket, melyek a tulajdonában vannak, mondja Felföldi László. 3-4 csoport van valójában. Az egyik, azok a műemlékeink, amik működésben vannak, amelyek adott területen funkciót töltenek be, és ott ők az első körben, így ez a kápolna is. Itt vagyunk, ez a terület, és utána jönnek azok, ahol már kevésbé vagyunk jelen, de mégis meg kell mentenünk, mint műemléket.
E pillanatban nem látszik, milyen forrásból lehet majd folytatni a kápolna felújítási munkálatait, mondta a megyes püspök, aki kitért arra, terveik szerint, ha véglegesen sikerült felújítani a kegyhelyet, az a jövőben közösségi célokat is szolgálhat majd. Megtartotta a hagyományos éves közgyűlését Dombóvár legnagyobb tagságú civil közössége. A helyi horgász egyesület egyeztetésén 162-en vettek részt. Ők az idei évre vonatkozó legfontosabb változások ismertetése mellett elfogadták a 2023. évi költségvetést is. A rendezvényen Pintér Szilárd polgármester is részt vett. Február közepéig mindenki megkapja a tavalyi jövedelme és az önkéntes pénztári nyugdíj előtakarékossági vagy nyugdíjbiztosítási befizetései után a munkáltatói, kifizetői és pénztári igazolásokat. Ezek alapján ellenőrizhető a személyi jövedelem adó bevallási tervezete és a pénztárakba befizetett összegek után járó adó visszatérítés összege, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhatóság közölte, aki ügyfélkaput vagy más azonosítót használ, a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet legkésőbb március 15-től elérheti, legegyszerűbben az adóhivatal honlapján. Egyre több ittas sofőrrel találkoznak az egyenruhások Tolna vármegye útjain. A rendőrség fokozottan felhívja a figyelmet arra, hogy Magyarországon zéró tolerancia van érvényben, ami azt jelenti, hogy tilos bármilyen alkoholt fogyasztani gépkocsi vezetés előtt vagy alatt. Azonban ne csak az ellenőrzéstől való félelem tartson bárkit is vissza az ittas vezetéstől, hanem a negatív élmény, ami elkíséri egy életen át, ha egy vétlen közlekedőnek súlyos vagy maradandó sérülést okoz. Néhány nap alatt 11 ittas sofőrrel szemben intézkedtek a Tolna vármegyei rendőrök. Többek között Nagymányokon egy helyi 49 éves férfit ellenőriztek az egyenruhások, aki egyébként quaddal közlekedett. És nem volt vezetésre jogosító képesítése a nagy teljesítményű motorra. Emellett a férfit eltiltották korábban már a járművezetésétől, tehát nem vezethetett volna semmilyen járművet, illetve ittas is volt, amikor megszondáztatták. A férfit előállították, és a bonyhádi rendőrkapitányságon több eljárást is kezdeményeztek vele szemben. A rendőrség szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy az ittas vezetés önmagában is nagy baleseti kockázatot jelent. Sajnos Tolna megyében 2022-ben a sérüléses balesetek több mint 13%-a azért következett be, mert a járművezetők ittasak voltak. Emiatt kérünk mindenkit, hogy tartózkodjanak attól, hogy szeszes ital fogyasztását követően volán mögé üljenek. Ne csak a rendőri ellenőrzéstől való félelem tartson bárkit is vissza az ittas vezetéstől, hanem a negatív élmény, ami elkíséri egy életen át, ha egy vétlen közlekedőnek súlyos vagy maradandó sérülést okoz. Regionális híreink következnek. A Csőd szélén is a haverok az elsők, ellenzéki és városvezetői vélemények a pécsi költségvetésről. Mankóval verte halálra bérlőtársát, évekre börtönbe kerülhet a pécsi férfi. Válogatott mezek ajándékba, különleges meglepetéseket kaptak a tehetséges diákok. Csőd közelében a város, közben a haveroknak juttatott sokmilliós kifizetések maradnak 2023-ban is, ezt mondja az idei pécsi költségvetési rendelet tervezetéről a polgári oldal. Képviselőjük szerint már 11 milliárdos hitelt halmoztak fel, ami miatt veszélybe került az önkormányzat pénzügyi egyensúlya. A városvezető baloldal szerint előfinanszírozásra vettek fel hitelt. Az alpolgármester arra számít idén, hogy a kormányzat kisegíti a Baranyai vármegye székhelyt támogatásaival. Feladatok, kiadások, bevételek, számsorok a képernyőn a Városházán. Az idei év pécsi költségvetéséről tartott tájékoztatót a gazdasági alpolgármester. Ruzsa Csaba elmondta, hogy idén is szükség lesz a kormány anyagi támogatására. A fennálló igény még 4,4 milliárd, de ebben ugye azt gondolom, hogy a tárgyalásokat tovább kell vinni, ahogy mi minden olyan lépcsőt, amiben lehetőség van. Tehát mondjuk most volt egy március-október közötti gázár fixálás, ott is benyújtottuk az összes igényt, mert ha tudunk csak 80 milliót ezen a területen megtakarítani, akkor azt is szeretnénk elérni. Tehát igazából ezek a tárgyalások mennének tovább, és azt gondolom, hogy ez egy folyamatos beszélgetés lesz. A mi költségvetésünk is azért alapvetően negyedéves felvizsgálati
módszertannal indul el. A polgári oldalról azért bírálják a baloldali városvezetést, mert már mintegy 11 milliárdos hitelt vett fel az Európai Beruházási Banktól. Az alpolgármester szerint ezek az összegek kellenek a fejlesztések előfinanszírozásához. Az EIB hitel alapvetően uniós önerő. Most ugye a 2021-27-es projektekhez semmi önereje nem lenne a városnak, ha ez a forrás nem lenne előkészítve. És ugye sok esetben ezek áfa finanszírozási forrás jelentenek. Az, hogy ez érthető legyen, hogy a források hogy függnek össze, azok megjelenítenek. Ugye van egy 2016-os kormányhatározat, amikor egy kormány engedély ugye hitelfelvétel mögött, tehát azt tudni kell, hogy ez egy 2016-ban már több mint 2 milliárdot fölvett ebből a keretből a város. Mi azt mondtuk csak, hogy mivel 21-27-ben ugye ezt biztosítani kell, az önerőt, ezért ezeket tovább kell tenni. A Pécsi Fidesz képviselője szerint nem igaz, hogy csak a beruházásokra vették fel a milliárdokat. Péterfi Attiláék tényleg több mint 10 milliárd os hitellel adósították el a várost. Mindezt úgy, hogy közben azoknál a beruházásoknál, amikre fölvették, a közben az ezeket megvalósító cégek vezetői pedig több tízmilliós jutalmakat, prémiumokat vihetnek haza, hát ők nyilván a haveri kört képviselik. Kérték a prémiumok jutalma kifizetésének leállítását, de erre nem hajlandók a városvezetők, mondta az önkormányzati képviselő az idei költségvetésről. Azt gondoljuk, hogy pazarlás, ami a 2023-at jellemezni fogja, illetve olyan intézkedések, amiknek a kárát viszont a lakosság látja, gyakorlatilag kijelenthetjük, hogy a 2023-as költségvetés az a haverok költségvetése lesz, Péterfi Attila és barátai gyarapodását fogja szolgálni. Kedden tartotta a jobboldali képviselőkkel egyeztetést a költségvetésről a baloldali városvezetés. Február 15-én akarják elfogadtatni a közgyűlésben az idei költségvetési rendeletet. Az előzetes tájékoztatás alapján 38 milliárd forintból gazdálkodhat majd Pécs ebben az évben. Előadással, fórumbeszélgetéssel, irodalmi estel és gyertyafényes randevúval is várják a párokat a házasság hetek kapcsán Kaposváron. A Csak azért is a családokért egyesület szervezésében 8. alkalommal rendezik meg a program sorozatot a városban február 12-e és 19-e között. Számos program közül választhatnak a párok a házasság hetén Kaposváron, mondta a szervező, Csak azért is a családokért egyesület elnöke. A tematika az ugye mindig a házasságokról meg a párkapcsolatokból indul ki, hogy ezt igyekszünk egy kicsit segíteni, hogy tudjanak időt tölteni a párok együtt, mindenképpen úgy, hogy azért ez valamennyire ugye a témához is illeszkedjen meg maga az, hogy erre alkalmat teremteni. Ugye az egész hét az úgy fog elindulni, hogy lesz egy megnyitónk, ahol a professzor Bagdi Emőke fog előadni, aki hát egy nagyon komoly szakember ebben a témában. A boldog párkapcsolat titkai, tehát hogy itt tényleg olyan dolgok fognak elhangzani valószínűleg, amiből lehet kamatoztatni, illetve tényleg az, hogy erre a párok el tudnak jönni kettesben, és akkor ez már így az együtt töltött idő lehetősége. Minden évben az egyik legnépszerűbb program a gyertyafényes randevú, de idén fórumbeszélgetés és egy irodalmi est is színesíti az esemény sorozatot. Lesz egy csütörtöki irodalmi estünk, ami a püspökségnek a nagy termében lesz. Egyébként ez is egy kifejezetten jó és érdekes program, mert ez a házasságról szóló irodalmi est, ami hát ilyen még nem volt, viszont azt gondolom, hogy nagy érték, hogy ezt is meg tudjuk jeleníteni itt Kaposváron. Az egyhetes programsorozat Valentin nap környékén a házasság fontosságára, annak értékeire kívánja felhívni a figyelmet. A házasság hete Kaposváron február 12-e és 19-e között kínál programokat a pároknak. Évekre börtönbe kerülhet az a férfi, aki mankóval verte halálra bérlő társát Pécsett. A vádlott és az idős sértett egy munkásszállón laktak, ahol 2022. júniusában szóváltásba keveredtek. A veszekedés bántalmazásig fajult, míg végül a vádlott a sértett mankójával támadt az idős férfira, aki később belehalt sérüléseibe. Ezzel a mankóval verte halálra bérlőtársát az a férfi, aki ellen vádat emelt a Baranya vármegyei főügyészség. A vádirati tényállás szerint a 40 éves vádlott és a 74 éves sértett együtt laktak bérlőként Pécsett egy munkásszállón. A sértett időskora miatt gyenge fizikumú volt, járni is csak mankóval tudott. 2022. júniusában a reggeli órákban az ittas vádlott szóváltásba keveredett a sértettel. Kint az udvaron a vita során a sértett a vádlottat ellökte, aki így a földre került.
sikerült. Miután a földről felkelt, a sértetre támadt, őt a földre vitte, majd a nála lévő mankót elvette, és azzal ezt követően testszerte ütögetni, ütlegelni kezdte. Ennek során legalább 4 alkalommal fején érte az ütést a sértettet. A sértett kiabálására megjelentek a házban lakók is, közülük az egyik a vádlottat lefogta, míg a másikuk a mentőket, illetőleg a rendőrséget is értesítette. A sértettet a mentők kórházba szállították, ahol azonban másnap a bántalmazás következtében elhunyt. A vádlott a vádemeléskor letartóztatásban van és beismertetett tét. Cselekménye halált okozó testi sértés büntetének a megállapítására alkalmas. A bűncselekmény büntetési tétele 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés, az ügyészség 4 év szabadságvesztésre tett indítványt. Az eset egyébként azon a munkásszállón történt, ahol még 2020-ban 2 férfi verekedett össze, majd egyikük egy késsel megölte társát. Az NK Osijek csapatától évvégén távozott magyar válogatott labdarúgó Kleinheisler László, valamint az Eszéki Gárda kapusa a horvát válogatott Ivica Ivusic mezét kapta ajándékba a Miroslav Kleza horvát oktatási központ 2 tanulója. Rádai László és Resál Botond volt a 2 legeredményesebb a tavaly évvégi labdarúgó világbajnokság alatt rendezett tippjátékban. Meglepetés vendégek érkeztek Eszékről a Miroslav Kleza horvát oktatási központba. Az NK Osijek sportigazgatója, valamint az Eszéki Magyar Oktatási Központ vezetője ajándékot is hozott, méghozzá 2 válogatott labdarúgó mezét. Az egész világot lázban tartotta tavaly év végén a labdarúgó VB. A pécsi horvát iskolában a selejtezőktől a döntőig kvízjátékban vehettek részt a tanulók. A 2 legjobban tippelő diák egy-egy mezt kapott jutalmul. Rendhagyó módon télen volt iskola időben a labdarúgó világbajnokság, gondoltuk, hogy a gyerekeket jobban bevonzuk az eseménybe, és mi egy horvát iskola vagyunk, itt mindenki a horvát válogatottnak szurkol, mindenkinek van egy kis horvát kockás meze, gondoltuk, hogy egy közös meccsnézéssel és egy szurkolói fotópályázattal bevonjuk a gyerekeket. Rádai László a tavaly évben még az NK Osijek csapatát erősítő magyar válogatott labdarúgó Kleinheisler László mezét vehette át a sportigazgatótól és az Eszéki Magyar Iskola vezetőjétől. Én magam is egy ilyen nagy mezgyűjtő vagyok, és Kleinheisler Lászlónak is nagyon kedvelem a játékát. Úgyhogy nagyon boldog vagyok. Resál Botond, az NK Osijek kapusa, a horvát válogatott Ivica Ivusic mezét vehette át. Nagyon örülök, mert nagyon szeretem a horvát válogatottot és a horvát fazit, főleg ugye a kapusokat, mert én is kapus voltam, amikor játszottam, szóval nagyon örülök. Kleinheisler Lászlót 2021. január 19-én a Franciaország elleni Európa-bajnoki csoportmérkőzés legjobbjának választották. A kontinenstornán a magyar csapat mindhárom csoportmérkőzésén pályára lépett. 2023. januárjától a görög Palatinaikosznál folytatja pályafutását. Ivica Ivusic 2021. szeptember 4-én mutatkozott be a felnőtt válogatottban, a Szlovákia elleni labdarúgó világbajnokság selejtező mérkőzésén. 2022. novemberében bekerült a labdarúgó világbajnokságra utazó horvát keretbe. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Jól halad a szőlőhegyi óvoda és bölcsöde, a tervek szerint a kivitelezők májusra készülnek el a munkálatokkal. Közel 100 bérleti szerződést hagytak jóvá, ülésezett a Szociális Bizottság a Tolnai Vármegye székhelyen. Kápolna felújítás Bátaszéken egyelőre nem látszik forrás a folytatáshoz. Sokan ülnek részegen a volán mögé, néhány nap alatt 11 ittas vezetővel találkoztak az egyenruhások. Csütörtök reggel délelőtt szakadozó felhőzet mellett sokfelé kisüt a nap, inkább csak a Nyugat-Dunántúl térségében valószínű szorványosan vegyes halmazállapotú zápor. Délután borongósabbra fordulhat az időjárás, illetve sokfelé előfordulhat eső, késő délutántól egyre inkább havas eső, majd hóesés is. Éjszaka már nem várható csapadék. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!